Sziasztok, hackerek! Sziasztok, nem tudom, hogy vagytok vele, de most vannak a legnagyobb szalonszobor akciók, úgyhogy bevásároltam, szerintem mindenki egy nagyobb szalonszobor. Addig is lenyugszunk egy nagy munka után. Véletlenül. Akkor adjunk mindenkinek kettőt, akkor a nézők helyett is egy ilyen jegyet. Meg a nézők helyett is egy ilyen jegyet. Na, szóval ott tartunk, hogy kicsit megcsúsztunk időben a családi Clash stream-mel, meg eleve a programozás keret van betöltve, úgyhogy akkor a programozással folytatjuk. Aztán jön a Clash, és Nándi még szeretne egy MP5-ost összeszerelni. Jön a BK-sat, azt már nem fogok. De ezek már holnapra csúsznak, tehát mára szerintem ezért fog beleférni a Clash, még bele fog férni, mert aztán ugye az aktuális. De inkább nézzünk egy csillagkaput, és holnap majd. Egyébként a csillagkapuval is ugye a CK1-nek az első pár évadban MP5-ös fegyver van. Na szóval akkor hol tartunk? Ugye ott tartunk, hogy a Lispet szokja a szemünk, ugye a Scheme-mel kezdtünk a Scheme programozás nyelvvel foglalkozni. Aki az eddigiekről lemaradt, ugye itt vannak kitéve itt a blogunkon a streamek, meg egy kis szöveges magyarázat. Ezeket a streameket nyilván érdemes újra nézni. Nagy reklámok is annak. És ugye most azt csináltam meg, hogy nagyjából, ami a tutoriálban van, azt megvalósítottam. Még a forráskor most nem nézzük át, mindig csak szól ki a szemünk, tehát még feladatokat nem dolgoztam ki nektek, hogy önállóan dolgozzátok fel. Tehát még én azért ülök itt a streamen, ugye már úgy szoktuk, hogy utána önállóan dolgozzátok fel. De még egy kicsit ismerkedjünk vele, és akkor indítom a... Ugye a szokályos módon itt a Windows Linux nagyon működik, itt a bhxblog.ról lehet tölteni. Adott rendszeren be kell másolni valahol, itt látjátok, hogy ide kell bemásolni ugye a Windows alatt. Ugye ebbe a könyvtárba. Vagy ide nem látszik? De látsz, ott van a képen. Hát most előbb. Hát figyeljetek rá, hogy látsz. Oda be kell bemásolni, és akkor a GIMP indul, akkor automatikusan be fogja tölteni ugye ezt a scriptet. Hú, ez milyen nagy képernyő is. Ez kicsit visszakerüljük. Így tudod összehúzni. Nem tudom, hogy jött ilyen hatalmas. Ott össze tudod hozni. Azt mondod? Ha? Nem vagyok egy Windows hacker. Ilyen nagy képernyőről nem dolgozunk el. Azt mondja, és akkor emlékeztek, hogy tegnap aztán néztük, de még nem dolgoztuk, mert kihagytuk ezt a részt. Tegnap ugye úgy csináltuk, hogy a függvényt hívtuk közvetlenül ugye a Tiny Scream Interpreterből. És, de megnéztük, hogy lehet kitenni ugye menübe, és ott most Mandala 5-nek hívom, hogy fejleszgettem, amiket ugye 1-től 5-ig kicsit ilyen saját verziókezelést csináltam. És akkor itt van a piros forrás... Piros háttér és kék a... Mindjárt ezt megbeszéljük ma. Tehát amit tegnap kihagytunk, ugye a forráskódból, az ez a rész. Ugye bejegyzi, azt néztük, hogy ugye a Create, ugye magyar menü van nekünk létrehozás alatt, betette ugye a BHX alá ugye ezt a Mandala 5-öt, ugye itt a név, hogy Mandala 5. És látjátok, hogy akkor nekünk a függvény, amit tegnap ugye ész nélkül ezt beadtuk neki a parancsablakba, de ma is nyilván ezzel kezdhetjük, hogy kössük a tanulmányi naphoz, ugye azt mondtuk, hogy a szűrőbe, a filterbe indítjuk ezt a Scheme Interpretert. Ugye és tegnap úgy dolgoztunk, hogy fogtuk az egész programot, mondjuk eddig volt érdekes, kijelöltük, de lassan az a görgetés, kijelöltük. Az szavért már nem. Ugye itt az elejét megbeszéltük, a licenszeket, tehát egyszer csak szoktam még a szemünk a kódnak a szerkezetét. Tehát kijelöltük, ide beillesztettük. Ugye itt látjuk, hogy akkor bevette, tehát megvan a függvény. Aztán pedig ugye magát a függvényt meghívjuk, tehát itt kommentbe tettem, hogy akkor itt van ugye a függvény, hogy látjuk, hogy külső zárójelben van itt a függvény neve, és akkor a paraméterek ugye egy szöveg, egy string, egy font, fonméret, ablakméret, ugye egy szélesség magasság, milyen szín, emlékeztek, hogy RGB komponens, akkor listába is, akkor a 250, ugye az red az első komponens, és itt a gradiens, a színezési módszer, ez a deep sea. Jó, tehát ezt mindjárt látjuk, hogy micsoda. És akkor itt, amikor regisztrálom a scriptet ezzel a függvénynél, akkor itt jönnek ilyen mindenféle metainformációk, és itt jönnek ezek a paraméterek sorrendben. Látjátok, hogy az első az egy string. Ugye már az egy string, emlékeztek, mint foglalkoztunk én beszélkozóban és mindenféle imperatív nyelven, és idézőek között van ugye a szöveg, a string. A második egy font, ugye, ez is egy szöveg idézőek között, aztán ugye egy szám, talán még egy szám, szín. Jó, tehát nagyjából lehet látni, hogy érték, szín, és itt jön egy nagyon speciális, ez a gradiens, és ezt mindjárt megnézzük, hogy micsoda. Tehát amikor én ezeket itt beírtam, ugye a paramétereket, amikor így a scriptet a menüből futtatom,
Ugye akkor... Ja, még azt nem mutattam, hogy akkor tartunk, hogy parancsolból akarjuk, ugye akkor... Másolni a... Tehát az interpreterre, ezt a függvényt akkor, amikor most... Mert ugye ez itt a game kinyitja a szokásos gimpes felületét, és mi be bírjuk állítani ezeket. Be bírjuk írni ezt a nevet, hogy átbírjuk egy bárfény grét, stb. Amit tanul csináltunk. De itt most én behúzalozom egy konkrét értékekkel, mint hogyha kiválasztottuk már a game felületén, és a tiny scheme-be ezt bedobom, és akkor ugye már is... Már itt fut. És már létre is jött, és látjuk, hogy nagyjából ugye a tutoriálban ezt néztük, hogy eddig kéne eljutni, hogy szépen a szöveget megforgatjuk, és bekeretezzük, látjuk, hogy ez akkor így működik. Igen. Oké, és oké. De akkor most futtassuk úgy, hogy vegyük menüből, hogy azt mondjuk, hogy létrehozás Linux Mandala 5-ös. Szóval, hogy ez ablak, hogy itt van már, miért nem látom most egy ablakot? Ja, mert itt van már, ugye? És akkor látjátok, hogy a forráskódban, amiket itt betettünk, tegnap... Azok ott vannak. Csak úgy akarom, hogy lássuk kettőt együtt. Tehát láthatok, az első, ugye akkor az a Bátfaj Norbert Asztin ugye ott van. A második ugye egy font, ami ugye de itt ugye lehetne választani. Hogy magyar ABC? Nem az, hogy magyar ABC, hanem hogy a betűk milyenek a megrajzolt betűk. De egyre hagyjuk, mert mindjárt fogunk ezzel foglalkozni. Ó, nem azt akartam, nem akartam, hogy visszaírom akkor. Na, mi is van ez? Egészségedre keresem az elbetűt. Amit? Na, az elbetű megvan. Van pézsed? Nem, azért nem. Oké, és oké. Jó, akkor addig nem, hát de, tehát látjuk akkor a második a font, ugye azt most néztük, meg a harmadik ugye a font méret. Látjuk, hogy a kód növekszik, meddig növekszik, stb. A harmadik, ugye a 1, 2, 3, 4, 5, ugye a szél, hogy hány pixel széles, meg magas legyen az ablak. Itt ugye a szint már láttuk tegnap, hogy itt lehet a szint kiválasztani, és akkor már feltölti. És itt ez a gradiens akkor micsoda? Látjuk, hogy a gradiens az... Ez gyakorlatilag egy színátmenetet fog jelenteni, hogy színezze, milyen taktikával színezze. És akkor láthatod, hogy itt vannak a nevek. Ez a Deep Sea, ezt ugye ez én szeretem ezt használni. De láthatod, hogy rengeteg ilyen kitöltési politikát. És az a lila is itt volt. Na, kipróbáljuk azt is majd. Na, de a lényeg, hogy akkor láthatod, hogy így kötöm össze a GIMP-nek ezt az adatbeviteli felületét. És akkor leokézom, és akkor látjuk, hogy szépen itt... Megcsinálni. Na, és meg is csináltam. Oké, és oké? Én is csináltak egyet? Hát igen, ezt akartam, de még annyival kiegészíteném, hogy a nézők is izgalmasnak találják, hogyha eljöttök a Google fontokhoz, itt érdemes kiválasztani a kézzel írt fontokat, ezt találja a tutorial, és ha itt választotok el, akkor kipróbáljuk, hogy az van, hogy néz ki. Az. Na, hát azt szerinted szép. Hát csak úgy lehetne nézni. A tutoriálban az volt szép, amivel vastag vonalak is vannak, meg vékonyak is szerintem. Hát olyat nehéz találni, igen. Mert a tutoriálban egy olyan font van, azt is letölthetnénk egyébként, persze nem mond. Akkor az, az olyan szép írás. De ez nagyon vékony, tudod? Nem baj, nézzük meg, hogy néz ki el. Megnézhetjük, na jó, legyen igaz, ez akkor? Aha, az olyan szép. Ugye akkor annyi, hogy letöltjük, ugye mentés. Ha minden igaz, akkor itt lesz valahol a mappába. Ez melyik út? Ez volt az. Még ott van a neve. Szóval meg a másikba. Mindjárt azért, hol mentettem le. Nézd meg itt. Mondod, mit akarsz mondani? Hogy itt nézd meg, hogy hová mentette le, biztos ki. Ez letöltött a legalább. Ja, igen, itt van, csak nem tudom, miért így van, mert ebben ugye volt egy ilyen licensz szöveg, és ennek már ugyanaz a szerkezete. Okay. Ja, itt is itt van. Na minden a lényeg, hogy akkor ezt bemásoljuk a GIMP-nek ugye
a fontjai közé. Tehát a fontot most nem is találunk külön a Windowsba, gondolom itt is lehet, mint a Linuxot, hanem csak ide szerintem itt bemásolom. És akkor her van, az, azt keresünk, hogy her van. És akkor nézzük meg, hogy ezt eldob, és ez a biztonságot újraindítom. Elindítom, és akkor nézzük meg, hogy H betűvel volt, ugye ez nem ugrik oda H betűvel, tehát ideérem. Hát érve. Igen, igen, és van. Hát, na, szóval az is mellett. Ezt inkább nem bántom, mert... Egy ilyen primitív módon, de itt van, amit nem is választok el, látom. Na. Na, oké, és akkor nézzük meg. Na. Szerintem ez túl vékony. Látod, nagyon vékony. De végül is jól néz ki. Jó néz ki, csak szép, de nekem nagyon vékonynak látszik. De jó, nagyobb betű, valahol miért, tehát nagyobbra kell venni, amilyen vékony. Na, még egyet próbáljunk kezdeni, mit szóltok. Jó. Na, most Nándi választott, most Géta vagy Matyi választott ebbe. Én. Na, addig választhatsz, hogy az összes és szerencsétek, hogy jól van. Egyes kérd. Köszi. Most azt kérdjét. Nekem azt tűnt, a tutoriálban azt tűnt ki, hogy ahol vastagon van is, van meg vékony is. Szerintem azt még külön kell állítani abba. Hát dehogy nem, hát ha más nem a tutoriál. Akkor de lehet, azt külön kell állítani. Szóval, tehát hogy az is csinálja. Ki. Na, ebben például vannak olyanok, nem, vannak vékony részei és vastag részei is vannak. De ennek is. Mind a kettő olyan. Vagy ez is olyan egy kicsit látod, és ez minden nem van ezt ki. Na, jött, akkor ezt választod? Ja. Matyi, te meg ezt? Nekem nem. Na, akkor én meg ezt választom, ezt is letöltjük. Na, mire kattintottam? Két csak, amit kattintottál rá. Csak azt is fel. Ja, már betettem. Ugye ez volt az. Mentem. Ja, már belement. Előbb azzal voltak, hogy belementi akkor abba a font könyvtárba. Jó van. És akkor Gréta melyiket választotta? Ó, ezt nem kellett volna. Gréta azt. Ezt alakta, ugye? Igen. És akkor ezt is megnézzük. Na, akkor próbáljuk ki, hogy néz ki. Ha minden igaz, akkor itt lesznek, ugye? Na, melyik be is lesz, akkor. Ez volt az egyik. Ugye? Ez meg a másik. Na, próbáljuk ki akkor, de hát azért indítsuk újra, nem tudom, hogy hogy működik itt Windows alatt a dolog. Ugye azt mondom, akkor létrehozás, B-hex, mandala 5-ös. És akkor nézzük meg akkor a doktor valamilyen. A másik meg mi volt? Van R-betűs volt? Igen. De ez volt az egyik. Hát érdekes. Ilyen csillag. Szerintem ez szép, ez nem tetszik. Érdekes. Lehet nagyobb betűkkel jobb lenne. Nekem nem tetszik. A másik pedig akkor R betű is volt, jól emlékszem. Ez még a... Ez volt az. Igen. Esetleg a méretet vegyük már fel még 100, hát annyira sokra nem kísérdezni kell, hogy itt 120-ra, oké? Okay? Jaj, de közben most jövök rá, hogy na, ez nem olyan néz, Mike, mit szóltok? Az is, az előzőnek jobban tetszett. Az előző jobban tetszett? Az ott van. Nem baj, de egy nagyobb betű méret lehet csinálni, még egy próbál, csak Grétának az tetszett. Jó. De ez a DRS volt. Igen. És a 120-as font mérettel, de én 130-as. Nekem még. Na, Gréta, mit szólsz ilyen nagyobb méretben hozzá? Na? No? Ez is szép, ugyan?
Na, tartunk egy szépségversenyt, ki rajzolja a szembe. Ó, én csinálom az elsőt. Nekem ez a csillag. Nem, mindenki csinál egyet, Matyi. De az egy fontos. Vagy még tegyünk bele egy forgatást például, hogy ne csak... Vagy most fejezzük egyelőre mai abba, és majd holnap folytassuk a programmal, és... Még mindenki csinál egyet. Tegyük holnap, mert most a fontokat kell kiválasztani, azért most is hosszadalmas. Tehát most bemutattuk a módszert, és akkor innen folytatjuk holnap. És azt mondom, hogy sziasztok. És akkor a flash-t még megtartjuk. Na, akkor elköszönünk? Igen, sziasztok, jó, akkor sziasztok, hekkerek.